sminkelést mindig bőrápolással kezdjük. Egy jó smink alapja a makulátlan bőr. Szerintem sokkal fontosabb, hogy az arc egészségesen szép legyen, mint hogy látványosan ki legyen sminkelve. Elsőként felviszem az arctejet, majd vizes vattával finoman letörlöm. Aztán egy tiszta vizes vattára tonikot öntök, és ezzel törlöm át az arcot. Szemünk gyakran piros lehet. Például a fáradtságtól, monitornézéstől, ezért érdemes szemcseppet használni, de nem ajánlom minden napra. A szemcseppet legkönnyebben a szemzugba cseppentve, néhány pislantással kísérve használhatjuk. Ezután vizes vattával megnyugtatom a szemet, illetve letörlöm a folyadékot. A szemszugba összegyűlt váladékot egy pálcika segítségével tisztítom ki. A hidratálókrém felvitele előtt 2-3-at fújok a hidratáló arcvermetből, majd pedig a hidratálókrémmel együtt bemasszírozom a bőrbe. Fel és oldalirányú, az arc közepétől kifelé mutató simításokkal. A kozmetikusok szerint 25 év felett mindenkinek ajánlott a szemkörnyékápolás. A szemkörnyékápoló krémet finoman elosztom, majd a szemzugból indulva a szemöldök felé körkörös mozdulatokkal simítom a bőrbe. Az ajakápoló felvitelekor figyeljünk arra, hogy az ajka kontúrvonalán kívülre is jusson a krémből. Ezt naponta akár többször is megismételhetjük.